Sziasztok! Sziasztok! Ez itt a Green Cut is Do It Yourself, és ma egy újabb érdekes projektet hoztunk nektek. A gyémánt vágókorongot fogjuk kipróbálni csempe vágására, melyik az alkalmasabb. A kőzetvágó korongokról fogunk beszélni, ahogy mondtad, de hát mikor vásárol ilyet az ember? Leginkább akkor, hogyha otthon csempézne, és precíz vágásokat szeretne létrehozni, mert vannak olyan csempék, amiket már nem lehet csempevágóval elvágni, túl vastagok, járólapoknál fordulhat ez elő, illetve hát mondjuk meg, hogy nem mindenkinek van otthon egy vizes vágója, amivel ezt meg tudná oldani, úgyhogy ilyenkor marad a flexre tehető vágókorong, és megpróbáljuk ezzel elnyiszálni a csempénket. Na de milyen lehetőségeink vannak ilyenkor? Mert amikor bemegyünk a boltba, rengeteg korongot látunk, és ebből valahogy választanunk kell. Általában nem vesszük meg mindet, hogy meg tudjuk határozni, hogy melyik a legjobb, ezért most mi ezt leteszteljük, és megnézzük, hogy melyik az, ami igazán ideális erre. Csempe vágásához, ha akarunk vásárolni valami kőzetvágó korongot, a legelső, ami a kezünk ügyébe akad, ez a teljesen kör alakú, egyszerű gyémántvágó korongnak hívott alkalmatosság. Mi is tettünk ezzel egy próbát, és csináltunk egy próbavágást. A tapasztalatunk az, hogy egy viszonylag egyenletes, szép vágást lehet vele csinálni, csak igen lassan halad, mert az anyag kihordása viszonylag gyenge, amiatt, hogy teljesen körkörös alakú. Na de a gyártók pont ezért tovább léptek egy kicsit. Így van, a következő, amit kipróbáltunk, egy egész egyszerű, ilyen szegmentált vágókorong, ez ugyanolyan gyémántéllel van ellátva, csak az anyagból ki vannak hasítva részletek, és ezáltal egy nagyobb anyagkihordást tesz lehetővé. Ahogy ezt várni is lehetett, sokkal gyorsabban haladt a vágás, hiszen nem volt semmilyen olyan törmelék, amit először el kell takarítson, és utána tudjon vágni. A másik, amit viszont egyből lehetett sejteni, hogy mivel nagy rések vannak kihagyva a vágó élek között, ezért bármennyire is gyorsan forogjon a flexünk, valamennyire ez a korong ütni fog, és emiatt az ütés miatt apró darabok letörhetnek a mi vágási élünknél, ami aztán nem feltétlen szép csempéket eredményez. Úgyhogy ezen is tovább kellett lépjünk. Én azt hiszem, hogy van egy következő lépés, mert a gyártók is rájöttek arra, hogy érdemes olyan korongot gyártani, amely minőségi vágást csinál, és jól is halad az anyagban. Erre a megoldás az a fajta korong, amelynek az éle teljesen körkörös, mint a legelső korongnak, de az oldalán vannak szegmentált részek. Ez nagyon sokat segít az anyag kihordásában, és ez, amint látható, a vágás minőségben is megmutatkozik. Egy szép vágást eredményez, viszonylag jól lehet vele haladni, és mondhatnánk, hogy az egyik legjobb korong erre a célra, amely az oldalán ilyen kis szegmentációkat tartalmaz. Na de erről is tovább léptünk, hiszen lehet ezzel még gyorsabban haladni, gondoltuk mi, és próbáljunk meg egy nagyobbat, egy erősebben szegmentált korongot, ami még gyorsabb vágást tehet lehetővé, és talán emiatt, hogy ugye teljes a korong, még precíz is lehet, ezzel is megpróbáltuk a vágást. Viszonylag szép vágás produkál, persze az előzőhöz képest azért látni hiányosságokat benne. Nagyon jól halad, hiszen ezek a nagyobb rések és ezek a nagyobb helyek a vágóélek között jó anyagkihordást eredményeznek, tehát gyorsan tudunk vele haladni, de nagyon vastag a kivágott rész, és ezért ez nem feltétlenül alkalmas a nagyon precíz munkákra. És arról ne is beszéljünk, hogy elég komolyan lepattogzott a mentén a csempéről a zománc, úgyhogy nem biztos, hogy csempevágásra ajánlanám ezt a korongot, én inkább csak a tégla és kő darabolására, hiszen ott nem annyira számít, hogyha lepattog róla a felső mázréteg. De ami igazán tökéletesen vizsgázott, az a még tovább fejlesztett verzió, ahol már egy sokkal vékonyabb és oldalán szegmentált korongot látunk. Ez egy sokkal barátságosabb energiafelhasználást ígér, akkumulátoros gépekre ajánlják, azt írja, hogy 20%-kal kevesebb energiát fogyaszt. Ez nem véletlen, hiszen egészen vékony és precíz vágást tesz lehetővé. És ezzel a vékony vágással, ugye nagyjából ugyanazzal az éllel van felruházva, mint az egyel ezelőtti, vagy a kettővel ezelőtti korong, tehát maga a vágott él az nagyon szép marad, és még sokkal vékonyabb is az egész, tehát nagyon precíz munkát tudunk vele végezni. Próbáltunk akkor végigmenni a legegyszerűbb és polcon található korongok között. Én azt hiszem, ha valaki csempevágáshoz választ korongot, akkor érdemes ezek között elgondolkodni, hiszen nem biztos, hogy az olcsó lesz a jó.
mert lassan haladunk, és nem biztos, hogy szép munkát tudunk vele végezni. Úgyhogy mi ennyit tudtunk nektek bemutatni, reméljük, hogy így sikerül eligazodni most már a korongok világában. Ennyi volt mára, ezt szerettük volna nektek mutatni, reméljük, hogy tetszett, hogyha bármilyen kérdésetek van, akkor azt kommentben nyugodtan tegyétek föl, és találkozunk legközelebb. Sziasztok! Sziasztok!